megtartotta alakuló ülését Berek-fürdő községi önkormányzatának képviselőtestülete. Az eseményen felcsendült nemzeti imádságunk, a himnusz, majd ezt követően első napirendi pontként a helyi választási bizottság elnöke Nádudvari Judit adott tájékoztatást a megjelenteknek a 2024-es önkormányzati választások eredményéről. Második napirendi pontként a megválasztott képviselők, harmadik napirendi pontként pedig a megválasztott polgármester Hosszú András tette le esküjét. Én, Hosszú András, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Berek-fürdő fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Az eskütétel után a város első embere köszöntő beszédet is mondott, amelyben kiemelte főbb célkitűzéseit. Berek-fürdő történelme emlékeztet minket arra, hogy honnan indultunk, hová tartunk, és milyen segítséggel jutunk el a kitűzött célunk. A jövőt nem lehet egyedül építeni. Ahogy egy település fejlődése csapatunkat, úgy minden egyes terv, minden egyes projekt közös erőfeszítés gyümölcse lesz. Polgármesterként az a célom, hogy én is egy olyan légkört teremtsek, ahol mindenki meghallgatásra talál, és ahol mindenki hozzáteheti a saját ötleteit a közös jövő építéséhez. Nem csak a település külső megjelenésében, hanem a mindennapi minőségében, az emberek közötti kapcsolatokban is. A közös célok elérés érdekében mindannyiunknak hajlandónak kell lennünk együttműködni, kompromisszumot kötni, és mindig Berek-fürdő érdekeit előtérbe helyezni. Az alakuló ülést megtisztelt a jelenlétével Huba Imre, a Jászhegyi Szolnokvár megyei közgyűlés elnöke is. Én abban bízok, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott, és valóban jövőben mutató együttműködésen, konszenzuson alakuló település vezetés kezdi meg a munkáját, és ez a település vezetés, ez alkalmas lesz arra, hogy további jelentős feladatokra, további jelentős források megpályázására, felhasználására, és az itt élők még hatékonyabb képviseletére is alkalmas lesz. Ehhez kell majd az együttműködés, ehhez kell majd a szövetség, hogy felülemelkedve mindenféle korábbi választási kampányban teljesen természetes vitán, vagy akár nézeteltérésen, természetesen meghagyva a teremtő erőnek az erőt és a lehetőségeket, és a jövőben is megteremtve a lehetőséget, hogy legyenek fórumok, ahol lehet egyeztetni az álláspontokat, de ez sohasem lehet önérdek alapú, sohasem lehet személyeskedő, és sohasem lehet olyan, ami szembe megy a településen élő, a településen dolgozó, a településen eltartó munkahelyeknek a rovására. Úgyhogy én ehhez kívánok kellően sok bölcsességet, kellően sok türelmet és kellően sok tapasztalatot. A további napirendi pontokban a képviselők alpolgármestert választottak, és elfogadták a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ezt követően pedig a bizottságok elnökeit és tagjait választották meg. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében sikeres és eredményes munkát kívánunk Hosszú András polgármesternek és minden megválasztott képviselőnek, bizottsági tagnak.